David furcsa érzéssel ébredt. Este eleje teljében a legszebb korban lévő férfiként feküdt le a habszivacsra, reggel pedig nőként kelt fel. Olyan melle volt, ami után mindig is vágyakozott, s melyet mindig megcsodált szomszédasszonyán. A csípője kicsit széles volt az ő ízlésének, lágy kerekdett formát öltött, amilyennel a sarkon mangót áruló Banteleové nővérek büszkélkedtek. Egy kicsit évődni velük, majd rácsapni a hátsójukra és nevetve elszaladni. David mindennapos szórakozása volt ez munkába menet. Tett pár lépést a tükör előtt. Úgy érezte magát, mint egy kiskacsa, amint esetlenül egyik lábáról a másikra állva dülöngél. Mit jelentsen ez? Mit jelentsen ez? Mormogta egyfolytában az orra alatt. Eltöprengett azon, mit szólnak majd átalakulásához a fiúk a kocsmában. Röhögni fognak, csapkodják a fenekét, amikor virágos szoknyájában megáll a bárpultnál. Vajon ez tetszik majd nekik? Illik egy nőnek ennyit inni? Hidegesen lépett be a kocsmába. Még korán volt, így egyik ismerőse sem ült még ott. Egy sört kért. Hosszan, muhon kortyolta. Elégedetten csettintett a nyelvével. Nem sokára beállított a szomszédja Filippel, akit épp ma léptetett elő a főnöke. Előkerült egy üvegrum. Filip mindenkinek vizetett egy kört. A szomszédja nem ismerte fel Davidot. Csak lecsapta az asztalra a pálinkás poharát, röhicselt és sokat mondóan kacsintott egyet. David viszonozni akarta a mosolyát, de aztán zavarba jött. Egy hajtásra kiitta a poharát. Még azt hiányzik, hogy épp a szomszédommal kezdjek ki, gondolta. Hisz ez minden éjjel csajozik, és mindig mással van. Ezeket a dolgokat még át kell gondolnia. Vagy egy szart. Csak semmi gondolkodás. Csak úgy nem adja oda magát akárkinek. Ha senkinek sem. Gyorsan fizetett, és kiszaladt az utcára. Tudta, hogy ha többet iszik, lehull az álca, és csak tovább bonyolítja az egész helyzetet. David egyre gyakrabban nézegette magát. Egyre hosszabban. Mindannyiszor lázas türelmetlenséggel állt meg a tükör előtt. Áttöltözött, maga köré tekerte a különböző színű anyagokat. Gondosan kiválasztotta és összehasonlította a mintákat. Ekkor jött rá, hogy kezdi figyelni a testét. Soha előtte nem figyelte meg az övén túlcsüngő köldökét. Nem tudott visszaemlékezni, milyen trikókba öltözött férfiként. Most műgonddal vizslatta bőre minden redőjét, és egyre jobban tetszett neki a látvány. Most már tudta. Szerelmes lett. Pár nap múltán már egy jobb családból származó dámaként viselkedett, és fokozatosan rájárt a dugi pénzére, melyet addig gondosan rejtegetett a furnér lemez repedésében a matrac alatt. Egyre kevésbé jutott szóhoz. Érezte, hogy már teljesen eluralta erősebbik énje. Idegen volt egy másik testben, melyben elenyészett a tudata. Már nem volt ereje megszólalni, ellenszegülni. Iszonyattal figyelte új önmagát. Csak energiaforrás volt, mely ennek a nőnek adta erejét. A piacon figyelte önmagát, hogy milyen gyógynövényeket vesz. Hogyan teszi óvatosan a kosarába a szárított kaméleont, az újságpapírba csomagolja a csontokat, hogyan vet kacérpillantásokat fiatal férfiakra. A tömegben rendszerint kiszemelt magának egy magányos farkast, és mozdulatlanul várt, míg az észre nem vette. Tekintetük találkozott, és David mindannyiszor olyan jeges izgalmat érzett, hogy elszégyelte magát. Már tudta, hogy újabb zsákmányt vesz célba. Csak a káoszban csendben elhaló, tehetetlen szitkozódásra volt ereje. Az ilyen találkozások után mind gyengébbnek érezte magát. Elveszett saját félelmében. Átalakulása előtti este találkozott a piac étkezdéjében egy különleges nővel, akinek kötött kosár lógott a válláról, és kihívóan méregette őt.
ezerszer jobban vonzotta, mint addig bármelyik nő az életében. A szorongás ellenére is, ami egy pillanatra elfogta, és amikor találkozott a tekintetük, megborzongott. Éjjel róla álmodott. Amikor a nő belépett a szobába, összerezzent és libabőrös lett a teste. Meg se tudott moccanni, és egy szót se bírt kinyugni. Csak tovább hevert az ágyon, miközben a szemébe bámult. Az izgalom keveredett benne a félelemmel. Mesztelen volt, és kínosan érezte magát. Le akarta hordani a nőt, kidobni és végre lesukni a szemét. Ehelyett csak széttolvadt hatalmas szembogarában. A nő tett felé pár lépést, erre forróság öntötte el David testét. Mosolyogva dobta le ruháit, és a nő fölé hajolt. Szombat délután a nő újabb portjára indult. Meg sem akadt a tekintete David élettelen testén, mely a hátsó szobában már lassan oszlásnak indult.